Örkény István, a végzet. Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsinke tanyáján éldegélt egy család, apa, anya és két gyerek, mind pogácsa kedvelők. Ha a mamának volt rá ideje, s kedvében akart járni övéinek, sütött nekik egy nagy tepsi pogácsát. Egyszer azonban liszt helyett mérges rovarirtószert gyúrt a tésztába. Ízre nem volt rosszabb, így hát jól bepogácsáztak, s reggelre meghaltak mind a négyen. Az apa, az anya, a gyerekek. Negyed nap eltemették őket, s aztán összejött a rokonság, meg a közeli és távolabbi szomszédok, ahogy az már illik halotti torra. Homoki bort ittak, s hozzá a maradék pogácsát majszolgatták. El is patkoltak mind, ahányan voltak. A mentősöknek, az orvosnak, a két hordágyvivőnek meg a sofőrnek már nem akadt dolguk. Csak felcsóválva körüljárták azt a sok halottat, és mielőtt visszaindultak volna, megettek néhány pogácsát, ittak rá egy kis bort. Kivéve a sofőrt. Bort nem ihatott, mert vezetnie kellett. Pogácsát pedig nem szerette. De ami még ott maradt a tepsiben, azt újságpapírba csomagolva letette az ülése mellé, hogy kárba ne vesszen. Jó lesz az, még gondolta valakinek. És most viszi.